Sziasztok Star Wars rajongók, üdvözlök mindenkit az Akadémián! Folytassuk ma a járművek sorozatot egy az általatok megszavazott témával. A sorozat első részében, ami az ATM-6-os első rend által használt lépegetőről szólt, lehetőségetek volt szavazni. Ti pedig fantasztikus lendülettel vetettétek neki magatokat ennek a szavazásnak. 5490 szavazat érkezett, melynek a 75%-a, azaz 4138 szavazat az AT-HH-ra, vagyis az első rend nehéz vontató lépegetőjére érkezett. Ez igen, örömmel látom, hogy egyre többen és többen szavaztok, ami egy fantasztikus dolog, és örülök neki, hogy hangot adtok ilyen formában is a véleményeteknek a sok hozzászólás mellett. Ugye, mint minden, ami az utolsó Jedikkel és ezzel az egész Disney-féle kánonnal, azaz ugye a folytatásokkal kapcsolatos, nos, ezek mind-mind kánon tartalmak, tehát ezen a fronton nem léteznek legendák. Illetve, hogy léteznek legendák, de azok már egy teljesen alternatív történetet járnak be. Szerintem mindenki érti a lényeget, én meg nem is tudom igazán, hogy miért bonyolódtam megint bele ebbe. A lényeg, hogy a gyakran feltett kérdésekre a válaszokat a leírásban található linkek közt találjátok. Jaj, és persze spoiler veszély, tehát aki nem látta még az utolsó Jediket, az fogja be a szemét és a fülét. Tehát az ATHH, vagyis az első rend minden terepviszonyra alkalmas, nehéz vontatója legyen akkor a mai téma. Az utolsó Jedik című filmben használták ezeket a monstrumokat a Kréti csata folyamán, az ellenállás elleni háború alatt. Igaz, sok szerepet nem kaptak a filmben, de az egyértelmű volt, hogy a miniatűr halálcsillagot, azaz ugye a szuperlézer ostromágyút ezek a masszív monstrumok vontatták lőtávolba, hogy aztán a Kréti bázis hatalmas kapuját lerombolhassák vele. Ezeknek a lépegetőknek egy igen különleges szerepkörük volt tehát. Nehéz rakományok vontatása nem mindig, de általában háborús környezetekben. Tehát egy vontató volt, illetve gyakran több mint egy darab ugye, hisz a filmben is több ilyen cipelte az ostromágyút. De a lényeg itt a vontatón van úgyis. Vegyük sorra akkor em mérnöki csoda tulajdonságait, és közben ismerkedjünk is meg az adataival. Ugye, ahhoz, hogy vontathasson, erőre van szükség, és nem is kevésre. Ennek a biztosítására pedig minden ilyen lépegető meghajtásáért egy-egy darab fúziós reaktor volt a felelős. Az ebből termelt rettenetes mennyiségű energiát főként a lábak energiaellátására fordították. A lábakéra, melyekből összesen 31 darab helyezkedett el a járművön. Na, ez nem egy megszokott konstrukció, az biztos, viszont hatásos. A Dromador béta világában végzett tereptesztek folyamán az ATHH képes volt feladatát teljesíteni, még úgy is, hogy a lábai több mint 40%-a használhatatlanná vált. Azaz, ugye 31 lába van a lépegetőnek, de ha ezekből elveszít mondjuk 10-15 darabot, nos, akkor is még gond nélkül elvégzi a küldetését. De honnan jött ez a csupa láb megoldás? Nos, a Quatentrala Drive Yards-nál, a cégnél, akik gyártották ugye ezeket a lépegetőket, úgy gondolták, hogy a természetből merítenek ikletet. Tehát alapul vették az élővilág bogarait és ízelt lábúit, akik, ha elvesztenek esetleg egy-egy lábat, hát akkor is mennek tovább vidáman. Erre alapozva kreálták meg úgy a vontató lépegetőt, hogy három sorban helyeztek el lábakat az egész gép teste alatt. Az első sorban 11 darabot, a középsőben és a hátsóban pedig további 10-10 darabot, melyek ráadásul a rögzítési pontok mentén elfordíthatók és így át is helyezhetőek. Nos, egy dolog biztos, ez körül repkedhetne Luke az alszárnyú vadászával, amíg meg nem unja, vagy amíg le nem lövi ugye. De hogy is? Ó, hát azt gondolná az ember, hogy oké, ez egy vontató, és ha nem akarjuk, hogy célba érjen, akkor csak simán lelőjük. Hát nem, ugyanis a szögletes, vagy inkább mondhatni négyzetes formájú test minden sarkába elhelyeztek egy-egy darab dupla kapcsolattüzelésű lézerágyút, melyek mindegyikét jól képzett tüzér irányította. Ezen túl pedig a védelméről az iszonyatosan vastag páncéllemezek is gondoskodtak, melyekkel az egész lépegetőt bevonták. Ezek az ATM-6-osokon látott kompozit páncélelemek voltak, csak sokkal vastagabban, így ugyan növelték a tömeget is, de egy vontatónál ez teljesen másodlagos. Sőt, ha ez nem lenne elég, akkor egyértelmű, hogy soha nem egymagában vánszorog a harcmezőkön. És most itt nem a többi vontatóra, hanem a légierőre és az egyéb szárazföldi egységekre, például ugye az ATM-6-osra és társaira gondolok. Ugye alapvetően nem csak hadi céllal készült ez az óriás, tehát nem az ostromágyú mellé jár, mint valami grátis. Sokkal inkább azzal a céllal gyártották őket, hogy elvontathassanak mozgásképtelen hadihajókat, és hogy segítsék az elfoglalt világokban való építkezéseket is az előre legyártott báziselemek célhelyre való elvontatásával. Tehát hadászati célok és a Krétán látott események nem feltétlenül jelentik a gép korlátait. Oké, de hogy vontattak? Nos, a gép hátuljához van erősítve egy sodronnyal a vontatandó test, és a feladat elvégzésére egy vagy több lépegetőt kötnek be, a teher súlyától függ ugye a szükséges lépegetők száma.
Oké, akkor az ellenállók szétlövik, elvágják, vagy valahogy tönkreteszik a kábelt, így pedig nem lehet tovább bontatni vele. Nos, ahogy Luke mondaná, hihetetlen, de téves az állítás. Méghozzá azért, mert egy-egy ilyen sodrony 27.572.100 Tilaton nevű rendkívül erős drótból lett fonva. Így pedig többször is sugárvetőlövésnek és egyéb károkozó próbálkozásnak is ellen tudott állni. Az ellenállásnak meg ugye nincs igazán se ideje, se embere elkezdeni kisflexel buherálni ezt a sodronyt, szóval annak a kiiktatása nem opció. Ráadásul a vontatókábel rögzítési pontja mellé még egy külön megfigyelőállás is lett telepítve. Szóval a Stilton sodrony kiiktatása valóban lehetetlennek tűnik. Felépítését tekintve a vezérlő, azaz ugye a híd a hajó elején helyezkedett el a páncéllemezek takarásában. És talán ezt tudnám egyedül gyenge pontként kiemelni. Ugyan rettenetesen erős a páncélzata egy-egy ilyen lépeketőnek, de ha sikerült volna egy-egy romboló rakétával lyukat ütni a hídon, akkor feltételezhetően a lépegető vezérlése megbénult volna, így pedig talán ki is lehetett volna iktatni őket. Bár ez igazából már csak feltételezés. Nos, igaza még az, elég testes masina volt az a ATHH. Hossza 29,57 század méter volt, szélessége 27,43 század méter, magassága pedig 14,29 század méter volt. Legénysége a következő személyekből állt. Jelen volt egy járműparancsnok, aki a lépegető irányításáért felelt. Volt egy pilóta és egy másodpilóta ugye, akik vezettek. Aztán a már említett négy tüzér és még további két gépész, akik a technikai részleteket felügyelték. Valamint a lábakat vezérlő hatalmas hidraulikák, csuklók és ízületi csatlakozások kezelése is feltehetően az ő feladatuk volt. Nos, kedves rajongók, azt hiszem, hogy sikerült teljesen kivesézni azt, hogy mi is az a rákszerű lépegető, tehát az ATHH. A videó elkészítésének alapjául szolgáltak a következő tartalmak. Star Wars, az utolsó Jedi című film. Star Wars, az utolsó Jedi képes útmutató című könyv. És a Star Wars, az utolsó Jedi fantasztikus keresztmetszetek című könyv. És itt kifejezném külön köszönetemet Bende Kristófnak, aki segített a könyvekben található adatokkal, valamint külön köszönöm neki az akadémia támogatását is, rendkívül hálás vagyok érte. Tehát, kedves Star Wars rajongók, nincs is más hátra, mint hogy szavazzunk hát. Melyik legyen a következő, az utolsó Jedikben látott jármű? Talán az első rend AT-AT lépegetője? Vagy inkább az első rend AT-ST lépegetője? Esetleg inkább az ellenállás V4XD Skyskeeper siklója? Kérlek, hogy a jobb felső sarokban található kis fehér íbetűre kattintva adjátok hát le a szavazataitokat. Azoknak, akik pedig már készülnek billentyűzetet ragadva nekem esni, hogy miért csak az új filmben látott járművekkel foglalkozok. Nos, neki üzenem, hogyha ma nem is, de holnap felkerül az akadémia közösségi fülére egy új szavazás, amiben majd eldönthetitek az általam előre kijelölt néhány jármű közül, hogy melyiket is szeretnétek elsőnek. Mármint ugye úgy elsőnek, hogy nem az új filmmel kapcsolatosan. És ha már a közösségi fülnél tartunk, sokan értetlenül kérdeztétek a hozzászólások közt, hogy miért nem volt videó mostanában, stb. Nos, én a közösségi fülön igyekszem folyamatosan értesíteni a kedves feliratkozókat, azaz titeket, hogy mi is történik épp az akadémiával és körülötte. Ez a felület itt van YouTube-on, így nem kell hozzá semmilyen regisztráció pluszba. Egyetlen egy oka lehet tehát, hogy hozzád nem értek el ezek a hírek. Mégpedig az, hogy még nem nyomtad meg a kis harangikont. Ami azt okozza, hogy nem kapsz semmilyen értesítést, ha állapotfrissítés, új szavazás, vagy hír, vagy bármi van az akadémián. Sőt, még az új videókról sem értesít a rendszer. Tehát, ha nem szeretnél lemaradni az új szavazásokról, hírekről, aktuális helyzetjelentésekről és videókról, amikor közlöm őket a csatornán, nos, ugye nem akarsz lemaradni, mert tudtam én. Na, tehát akkor menj biztosra, hogy a kis harangikont a videó alatt vagy a csatornán már benyomtad. Ha már 100%, hogy benyomtad, akkor pedig megnyugodhatsz, innentől a YouTube értesíteni fog, ha bármilyen esemény van a csatornán. Nos, kicsit elhúzódott a vége, de azért remélem hasznosan telt. Mivel az előző gépem átállt a sötét oldalra, így hamarosan már új gépről szerkeztem az akadémiát, és ezzel együtt lesz pár újdonság is. Addig is, mint mindig, köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Köszönöm, hogy megtekintetted a videót. Amennyiben elnyert a tetszésed, akkor kérlek, nyomj egy lájkot. Ha már fel vagy iratkozva, akkor köszönöm szépen, hogy csatlakoztál az akadémiához. Ha pedig még nem lennél tag esetleg, akkor iratkozz fel a naponta érkező Star Wars témájú tartalmakért. Ha pedig támogatnád a csatorna működését, akkor erre is van lehetőséged egy hozzászólással vagy egy megosztással. Valamint, akinek van kedve és lehetősége, az a Patreon rendszerén keresztül is segítheti a csatorna fejlődését.
Nos, köszönöm szépen a figyelmeteket, ne feledjétek, hogy holnap ismét találkozunk. Addig is, mint mindig, az erő legyen veletek!